Jani nem fog tanítani ma estét, akkor jövő héten továbbra megyünk a Mikéás könyvében. Igen, jól mondom? Ha nem, akkor értitek. Nem. Akkor vendégtanító lesz ma. Nem vagyok a vendégtanító. Nem vagyok egy vendégtanító, jó? Vigyázz magadra. Jó. Gyügyi Laci fog tanítani ma estét. Ő a Golgota lelkész Esztergomban. Ismeritek az Esztergom, igen? Na, ott voltam 93-ban. Hány éves voltál 93-ban? Hány éves voltál? Hány éves? 5 éves? 15, azt hittem, hogy 5. És 93-ban a Lila, hány éves, a felesége hány éves volt? 4 éves volt a felesége. A Gyüliben, egy gyerek volt a Gyüliben, a gyerek Szogi, a feleséged. 4 éves volt a Lila. Most, igen, szia Lila! Szeretlek. Na, akkor a Gyügyi Laci fog tanítani ma este. Szó, Laci, tessék. Igen, ahogy Phil említette, Gyügyi Laci vagyok, és Esztergomból jöttem. Közel már 8 éve, hogy Jani, Németh Jani átadta nekem a gyülekezetet, és ő onnan ment tovább, utána a Tatabányára, és végül hát itt van, itt szolgál felétek. A mai ígérész, amiből szeretnék tanítani, az Máté evangéliumában van, és a 17. fejezetben leszünk, tehát hogyha nálad van a Biblia, akkor odalapozhatsz. A történetet fogunk megnézni Jézussal kapcsolatos, és de mielőtt belekezdünk, imádkozunk egy rövidet. Uram, köszönjük az igédet, köszönjük, hogy élő is ható, és ma este is szólni tudsz, és szólni akarsz hozzánk. Köszönjük, hogy itt vagy, és éppen ezért hallhatjuk a te hangodat. Éppen ezért van az, hogy a te igéd is élő, mert te élsz. És csak kérjük azt, hogy szólj hozzánk, puhítsd meg a szíveinket, és Uram, csak így akarjuk hallani a hangodat. Jézus nevében. Amen. Amen. De az előző fejezet, tehát a 16. fejezetnek az utolsó versében találunk egy ilyen érdekes mondatot, ami úgy első olvasásra olyan kicsit fura. De olvasuk is el, mert fűződik ahhoz, amiről tanítani fogok. Tehát Máté 16:28-ban azt olvasuk, hogy bizony mondom néktek, hogy vannak itt az itt állók között némelyek, akik nem ízlelik meg a halált addig, amíg meg nem látják az ember fiát, amint eljön az ő országával. Ugye ez egy meglepő mondat, és ugye ahogy a tanítványok ott álltak, biztos furcsálták, és kérdezősködtek egymás között. Miről beszél? Vannak közöttünk olyanok, akik nem fognak meghalni, mielőtt látjuk az ő országát? Mit jelent ez? És ki lesz az? Én leszek? Vagy valaki más? Ugye biztos tanakodtak ezen is, és valószínűleg nem is értették, hogy miről van szó. Vannak, akik azt gondolják, hogy ugye ez egy hiba itt az evangéliumban, hogy Jézus olyat mondott, vagy Máté olyat írt le, ami végül nem teljesedett be, hiszen ugye Jézus még nem jött vissza, még mindig nem jött vissza, ugye még mi is itt vagyunk, és ugye a tanítványok közben meghaltak. Én hiszem azt, hogy a következő történet, ahogy a 17. fejezetet most meg fogjuk nézni, hogy ott kapjuk meg erre a választ, hogy Jézus arról beszélt, arra azt említette, ami itt a következő fejezetben olvasható, és olvassuk el az első 8 verset a 17. fejezetben. 6 nap múlva Jézus maga mellé vette Pétert, Jakabot és testvérét Jánost, és felvitte őket külön egy magas hegyre. És szemük láttára elváltozott, arca fény lett, mint a nap, ruhája pedig fehéren ragyogott, mint a fény. És íme megjelent előttük Mózes és Illés, és beszélgettek Jézussal. Péter akkor megszólalt, és ezt mondta Jézusnak: Uram, jó nekünk itt lennünk. Ha akarod, készítek itt 3 sátrat, egyet neked, egyet Mózesnek, és egyet Illésnek. Még beszélt, amikor íme fényes felhő árnyékolta be őket,
és hang hallatszott a felhőből. Ez az én szeretett fiam, akiben gyönyörködöm, rá hallgassatok. Amikor a tanítványok ezt hallották, arcra borultak, és nagy félelem fogta el őket. Ekkor Jézus odament, megérintette őket, és így szólt hozzájuk. Keljetek fel, és ne féljetek. Amikor föltekintettek, senkit sem láttak, csak Jézust egyedül. Tehát Jézus ugye mondott egy érdekes mondatot, tanakodnak, gondolkodnak, ugye eltelik már 6 nap, még mindig ugye nem jöttek rá, hogy ez mit jelent, amit itt Jézus mond. És egyszer csak Jézus megszólít 3 tanítványt, ugye Pétert, Jakobot és Jánost, és azt mondja nekik, hogy gyertek srácok, kövessetek engem, felmegyünk erre a hegyre. Cezária Filippi területén vagyunk, ezért valószínűleg a Hermon hegyéről van szó, ami állítólag 2800 méter magas, tehát egy elég hosszú séta lehetett, mivel hogy magasra kellett felmászni. Ugye Lukácsból és Márkból tudjuk, hogy amikor ugye felmentek, Jézus imádkozott, és imádkozás közben ugye elváltozott, és a tanítványok közben aludtak. Ez sem annyira meglepő, hiszen ugye szokásuk, hogy a Getsemáni kertben ugyanezt látjuk velük kapcsolatosan. Ugye amikor azt olvassuk, hogy Jézus elváltozik, ott egy olyan görög szót használ itt az ige, hogy metamorfó, amiből ugye a metamorfózis magyar szót használjuk. És ugye itt a kép, amit látunk, vagy amihez hasonlíthatjuk ezt, az, amikor ugye egy lárvából egyszer csak kimászik egy gyönyörű pillangó. Tehát egy változás, ami belülről kifelé történik. Hogy mindaz, aki Jézus ott belül valójában volt, az így felszínre jött. Ugye lehet, hogy nagyobb csoda az, hogy Jézus hogy tudta eddig ezt így visszatartani, mint az, hogy ez kifénylett, mert ő valójában ugye ott belül, tehát, vagy ugye azt mondjuk, hogy Jézus teljességében Isten volt, és ember ugye egy személyben. Ugye ez a változás, ez a metamorfózis, ugye elváltozás, ez abban mutatkozott meg, hogy az ő arca és az ő ruhája nagyon fény lett. Ugye Máté itt, el tudom képzelni Péter elmondása szerint, ugye naphoz, a napfényéhez, a napsugarához hasonlítja, ami biztos ugye azért van, mert nagyon vakító lehetett. Emlékszem, amikor a napfogyatkozás volt, akkor ugye mi is kíváncsiak voltunk, de hát hegesztő szemüveggen keresztül ugye néztük, nehogy megvakuljunk. És hát el tudom képzelni, hogy ez egy ilyen elképesztő nagy fény és ragyogás lehetett, amit ahogy ránéztek, ugye a srácok így el kellett takarniuk a szemüket, mert ugye annyira fény lett, olyan erős volt. Azt olvassuk ugye, hogy Jézus Mózessel is Illéssel beszélget, és Lukácsban olvassuk is, hogy miről beszélgettek. És íme 2 férfi beszélt vele, Mózes és Illés, akik dicsőségben megjelenve élete végéről szólottak, amelynek Jeruzsálemben kell beteljesednie. Tehát itt van Jézus, Mózes és Illés, és együtt beszélgetnek arról, hogy Jézusnak hamarosan meg kell halnia. Hogy jön, közeledik az a pillanat, hogy valaminek be kell teljesednie annak, hogy Jézus meg fog halni a kereszten, és erről beszélgettek. Ugye ez az egész nagyon különleges, vagy érdekes lehetett Mózes számára, hiszen ugye 2 Mózes 34-ben kérte az Istent, hogy láthassa az ő dicsőségét. És ugye ott annyit kapott, hogy Isten ugye egy ilyen szikla hasadékba helyezte őt, és csak így elvillant, vagy így elsétált ugye ott előtte, és ugye valahogy a dicsőségének egy ilyen kis ragyogását megláthatta. És ugye Mózesről tudjuk azt is, hogy mivel félre képviselte Istent, ezért Isten nem engedte meg neki, hogy bemenjen az ígéret földjére. És ugye itt most, ugye ott van Mózes, látja Jézust a teljes dicsőségében ragyogni, és hol vannak éppen? Az ígéret földjén. Tehát Mózes számára ez egy gyönyörű pillanat lehetett.
Ugye azt is tudjuk, hogy Mikael angyal ugye harcolt az ördöggel Mózes testéért, és hát itt ezek szerint úgy látszik, hogy győzött. És ugye Illésről azt tudjuk, hogy ilyen tüzes szekerek vitték föl őt a mennybe. Tehát egy nagyon érdekes, nagyon, nagyon különleges találkozás volt ez, és látvány lehetett ez a tanítványoknak. Ugye azt is tudjuk, hogy ez a két férfi, aki ott van Jézussal, ugye Mózes és Illés, ők valójában képviselnek, két csoportot képviselnek az Ószövetségből, vagy két dolgot képviselnek az Ószövetségből, és ez a törvény és a proféták. Ugye Mózes volt az, aki megkapta Istentől a parancsolatokat, a törvényeket, és hát ő jelképezi végül is ezt. És ott van Illés, ugye, aki egy olyan proféta volt, aki nagy dolgokat tett, nagy csodákat tett Isten rajta keresztül, és ugye ő képviseli a profétákat. Ugye a találkozás végén ugye látjuk azt, hogy hárman kezdték, de a végén nem maradt más, csak Jézus. Hogy miért van ez így? Én hiszem azért, mert akár Mózesről beszélünk, vagy akár Illésről beszélünk, valójában rájuk már többé nincs szükség. Hogy mire gondolok? Ugye az Új Szövetség elmondja nekünk azt, hogy mindazok a dolgok, amik az Ószövetségben vannak, akár a törvényről van szó, vagy akár ugye a profétákról van szó, mindez Jézusban teljesedett be. Hogy ő az a valóság, és mindaz, ami azelőtt volt, az csak árnyéka annak a valóságnak. Ugye Kolossé 2.16-17-ben azt olvassuk, hogy senki el ne ítéljen titeket ételért és italért, ünnep, újhold vagy szombat miatt, hiszen ezek csak árnyékai az eljövendő Krisztusnak, aki a valóság. A Zsidók levelében, 10. fejezet első verse, azt olvassuk, hogy mivel a törvény az eljövendő javaknak csak árnyékát, de nem a mennyei dolgok valóságos alakját tartalmazza, ezért azokkal az áldozatokkal, amelyeket évenként rendszeresen bemutatnak, sohasem tudják tökéletessé tenni az odajárulókat. Ugye azt olvassuk, hogy akár a törvényről van szó, ugye akár ezekről az ünnepekről, akár az áldozatokról van szó, hogy mindezek csak árnyékai voltak annak a valóságnak, ami Krisztus. Hogy Krisztus az, akiben mindez beteljesedett, hogy mind Krisztus felé mutatott, és végén ugye azért látjuk azt, hogy ők elmennek, de Jézus marad. Mert nem kell más, csak Jézus. Ő az a valóság, mindaz a többi, az csak egy árnyék. Ugye nincs szükségünk többé Mózesre, hogy mire gondolok. Nincs szükségünk a törvényre ahhoz, hogy meg tudjuk tapasztalni Istennek a jelenlétét, Istennek a dicsőségét. Nincs szükségünk Illésre, egy csodatevő prófétára, hogy megtapasztalhassuk Istennek a jelenlétét, Istennek a dicsőségét. És mégis megtörténhet, hogy ezektől várjuk el az, hogy Isten megérintsen, vagy hogy ezeken keresztül néha próbálunk közeledni Istenhez, abban reménykedve, hogy ezek majd megadják nekünk Istennek a jelenlétét és Istennek a dicsőségét. Hogy mondjak egy példát, ugye? Például amikor elbukom, amikor valami bűnt követek el, valamit mondok, amit nem kellene, valamit csinálok, amit nem kellene csinálnom, ugye akkor nagyon rosszul érzem magam, tudom, hogy elrontottam, tudom, hogy megszegtem a törvényt, tudom, hogy ez bűn. És ugye van, amikor ez miatt ugye rosszul érzem magam, és úgy érzem, hogy most nem mehetek Isten elé. Ezt most elszúrtam, egy kicsit rendbe kell hoznom magam, egy kicsit oda kell figyelnem, össze kell szednem magam, mert szerintem most Isten nem lát engem szívesen.
Most szerintem úgysem tapasztalhatnám meg az ő jelenlétét, az ő dicsőségét. Inkább adjunk egy kis időt ennek, összeszedem magam, csinálok egy-két jó dolgot, attól jobban fogom érezni magam, és majd utána bátrabban megyek majd Isten elé, hogy időt töltsek vele, mert akkor majd biztos megérint engem. Amikor így gondolkodom, amikor ilyet csinálok, akkor valójában Mózest hívom segítségül, hogy vezessen be engem Isten jelenlétébe. Holott ugye a történetünkben azt látjuk, hogy ő már nincs is ott, és nincs is rá szükség. Nem tudom, hogy ti hogy élitek ezt meg, de én még mindig, ugye 96-ban tértem meg, és még mindig időnként ugye ezzel küszködöm. Ugye amikor a feleségemmel esetleg csúnyán beszélek, vagy rosszul beszélek, vagy amikor mérges vagyok rá, azt hiszem, hogy most nézi, szeretlek, bébi. Hogy, és akkor ugye mondok dolgokat, amiket aztán megbánok, és akkor nagyon rosszul érzem magam, és úgy érzem, hogy most így valahogy tehát a fejembe tudom, hogy jöhetek Isten elé, de mégis valahogy úgy érzem, hogy egy kicsit helyre kellene rakni az életemet, és majd úgy megyek az Úr elé. Hogy amikor így teszek, vagy így gondolkodok, akkor valójában ezt a hibát teszem meg, hogy Mózes segítségül hívom, hogy megtapasztalhassam Istennek a jelenlétét. Vagy amikor azt gondolom, hogy szükségem van meglátogatni egy csodatevő prófétát. Amikor úgy gondolom, hogy van egy különleges ember, akin keresztül különleges dolgok történnek, és akinek az életén egy különleges kenet van, és aki az életébe ott van, a Szentlélek munkálkodik rajta keresztül, és amíg nem megyek oda, amíg ő nem imádkozik értem, vagy amíg ő nem tesz valamit, hogyha nem leszek ott, ahol ő van, akkor addig lemaradok Isten jelenlétéről, lemaradok Isten dicsőségéről. És megyek, és keresem ezeket a különleges, csodatevő prófétákat. Mert azt gondolom, hogy rajtuk keresztül megtapasztalhatom Isten dicsőségét. De amíg ők nincsenek, hát bocs, nekem Isten csak úgy nem adja. Vagy engem Isten igazából nem hív az ő jelenlétébe, hanem a különleges emberen keresztül. Amikor így gondolkodom, akkor valójában Illést hívom segítségül. Miközben ő már nincs is ott, és nincs is rá szükség. Ugye Péternek ott volt ez az ötlete, hogy jaj, nagyon jól érezzük itt magunkat, hadd építsek 3 sátrat. Olyan jó, itt maradunk, jaj, de jó lesz nekünk. Egyet neked Jézus, egyet Mózesnek, egyet Illésnek. És miközben beszélt, hogy az atya azt mondja, ez az én szeretett fiam, akiben gyönyörködöm, rá hallgassatok. Péter, túl sokat beszélsz, és amit mondtál, az nincs a helyén. Mert Jézus az én szeretett fiam, és csak ráhallgassatok. Ő az, akire hallgatni kell. Nincs szükség, hogy építsünk egy sátrat Mózesnek, hogy készítsünk egy helyet Illésnek, mert csak Jézus a lényeg. És benne minden megvan, amire szükségünk van. És benne rajta keresztül meg tudjuk tapasztalni Istennek a dicsőségét és Istennek a jelenlétét. Ő a fontos, ő a központ, ő az, akire kell figyelnünk. Szerintem nagyon jó és nagyon fontos dolog, amit meg kell értenünk. Mert nem tudom, tehát újra csak, ezekkel a dolgokkal én időnként küszködök. Akár a törvényt, vagy akár azt gondolom, hogy ott nálunk Esztergomba kicsi a gyüli,
ez a város is annyira vallásos, vagy nem tudom, itt Isten nem fog munkálkodni, vagy itt Istennel nem tudom, nem fogom megtapasztalni mindazt, amire vágyok. Ugye? És ó, jaj, de jól lenne ott lenni, vagy azokkal szolgálni, vagy oda menni. És közben az atya azt mondja, hogy figyelj, hadd abba, csak figyelj az én fiamra, ráhallgass. Mert vele, benne megkaphatod mindazt, amire vágysz is, amire szükséged van. Tehát ne tegyük függővé se a törvénytől, se valamilyen más csodatevő embertől azt, hogy megtapasztalhassuk Istennek a jelenlétét. Mert nem kell. Mert Isten személyesen hozzád akar szólni, meg akarja érinteni az életedet, és téged akar használni, rajtad keresztül akar munkálkodni. Mert a valóság az, hogy senki közülünk nem különlegesebb, mindannyian ugyanott állunk Isten előtt. Mindannyian ugyanolyan eszközök vagyunk Isten kezében. De a lényeg, a legfontosabb az, hogy Jézusra figyeljünk. Tehát ugye Péter ugye mondja, hogy jó nekünk itt, és szívesen csinálok három vityillót, és Márk evangéliumában olvassuk, hogy miért is mondta ezt Péter. Márk 9.6-ban azt olvassuk, hogy mert nem tudta, mit mondjon, ugyanis annyira megrettentek. Tehát Péter zavarba jött, és elkezdett beszélni. És mondott olyat, amit nem kellett volna. Én nem vagyok ilyen fajta ember, tehát zavarba jövök, akkor inkább csembe vagyok. De vannak olyan emberek, akik ugye zavarba jönnek, és akkor beszélnek, és összehordanak mindenféléket. Na hát Péter egy ilyen ember lehetett, ha csak így mondott valamit gyorsan. De ami csodálatos ebben az egészben, hogy ugye ott állt, elmondta mindezt, és túlélte. Hogy ugye azzal, hogy három sátrat akart építeni Jézusnak, Mózesnek és Illésnek, valójában ugye egy szintre emelte őket. Holott Jézus, az Isten fia, holott ugye Mózes és Illés meg sem közelíti Jézust, és akár azt is mondhatnánk, hogy valamilyen szinten Isten káromlás volt, amit Péter mondott, és mégis megmaradt, mégis túlélte. És ez olyan jó, mert néha én is ilyen Péter vagyok, hogy mondtam már butaságokat, és mondtam már olyan dolgokat, és akkor, amikor nem kellett, és olyannak, akinek nem kellett, és Isten mégis milyen kegyelmes, hogy még mindig itt állok, és túléltem. De hiszem, hogy ez Jézusnak köszönhető, hogy ő ott volt, és rajta keresztül, ugye Péter megmaradhatott, vagy miatta, Jézus miatt. Ugye érdekes azt is látni, hogy Péter tudta, hogy Jézus kivel beszél, anélkül, hogy látnánk, hogy valamilyen bemutatkozás lett volna. Hogy Péter, Mózes, Péter, valahogy tudta, és én azt gondolom, hogy valószínűleg, amikor ott leszünk majd a dicsőségben, ott leszünk a mennyben, akkor valahogy ez így lesz, hogy tudni fogjuk ki kicsoda. Tudni fogjuk, kinek mi a neve, vagy ki ő. És nem kellenek majd ilyen névtáblák, és jaj, de jó lesz, mert olyan könnyen és olyan gyakran elfelejtek neveket, hogy már nem kell cikin éreznem magam, mindenkiről tudni fogom, hogy mi a neve. Van néha, amikor a gyülingben ugye imádkozok emberekért, és már jár a gyülingbe egy ideje, és elfelejtem a nevét, és így ráteszem a kezem, és akkor... Uram, áld meg a testvéremet. És ciki. De olyan jó, már várom ezt a pillanatot. Mindenkinek a nevét tudni fogom. Ugye az atya azt mondja, hogy nekik, hogy ráhallgassatok. És ez egy ilyen folyamatos alakban van. Ugye mostantól folyamatosan hallgassatok rá. Hallgassatok az én fiamra. Hogyha belegondolunk, akkor valójában erről szól az életünk. Elő kell, hogy szóljon a kereszténységünk. Hogy folyamatosan figyelünk Jézusra. Hogy ő az, akit követünk, és az ő hangjára figyelünk. Ugye, és azt hiszem, hogy ebben lehet ugye különbséget tenni a vallás és az élő hit között.
Ugye a vallás az ugye a liturgiáról szól, a hagyományról, a rendszerről, és a másik a személyes kapcsolatról szól. Ugye és megeshet, és velem is megeshet, és voltak is pillanatok, amikor úgy valahogy ez a személyes kapcsolat kezdett így eltompulni, és valahogy, mivel hogy már megtanultam a dolgoknak a menetét, csináltam a dolgomat, de egyre távolabb kerültem Jézustól. És valahogy működik, tehát lehet ezt csinálni. Lehet vallásos lenni, még egy ilyen gyülekezetben, mint mi vagyunk. Nem kell hozzá templom. Mi is vallásossá válhatunk azokban a dolgokban, amiket csinálunk. Ha csak az marad, hogy rendszer, szokás, jövök, mert már évekig jöttem, de valahogy Jézus már kimaradt ebből az egészből. Így kérdezd meg magadtól, te most hol állsz? Hogy jellemeznéd a kereszténységedet? Egy személyes kapcsolat, amiben hallgatom Jézus hangját, vagy egy rendszer, amiben ugye, már beleszoktál. És bátorítalak, hogy hallgasd meg az Atya szavait, aki azt mondja, ő az én szeretett fiam, rá hallgassatok, és hallgassatok rá folyamatosan, megállás nélkül, legyen ő az, akit követtek. Mert ez az egész, hiszem, hogy erről a személyes kapcsolatról szól. Ugye, ahogy említettem, ugye feltekintettek, és nem láttak más, csak Jézust. Ebben van még egy tanúság, ami így eszembe jutott. Hogy ez is egy olyan pont, vagy ez is egy olyan dolog, amin jó, vagy fontos, hogyha előbb-utóbb mi is átmegyünk. Mire gondolok? Lehet, hogy volt az életedben egy olyan ember, aki Jézushoz vezetett téged. Lehetett egy pásztor, akit nagyon szerettél, lehetett a barátod, aki Jézushoz vezetett téged, a szüleid, akikkel ugye együtt felnőttél gyülekezetben is, rajtuk keresztül ugye hívő lettél. Lehetnek ők a te Mózeseid, akik kivezettek Egyiptomból. Lehetnek ők a te Illéseid, akiken keresztül Isten valamilyen csodát tett az életedben. És nagyon hálás vagy, és nagyon hálásak vagyunk ezekért az emberekért, és mindannyiunk életében van egy ilyen, aki oda vezetett minket Jézushoz, akin keresztül megismertük őt. És ők fontosak, és mindig fontosak is maradnak. De hiszem, hogy egészséges, hogyha eljön egy ilyen pillanat, mint ahogy itt volt, hogy nem láttak más, csak Jézust. Hogy egy idő után ugye megtanuljuk azt, hogy Jézusra van szükségünk, hogy Jézustól fogadjunk, hogy Jézustól kapjunk, hogy az a személyes kapcsolat az ott legyen, és az elegendő legyen. Hogy többé ne érezzük azt, hogy függünk valakitől, hogy majd ő megmondja, hogy merre menjek, mert eddig is ő mondta, hogy majd ő imádkozik értem, és akkor meg fog történni, hanem azt mondjuk, hogy igen, vezettél az Úrhoz, de én most a saját lábaimra akarok állni, és én megyek, és én kérem el, én akarom hallani az ő hangját. És szerintem ez egy nagyon fontos pillanat, vagy nagyon fontos dolog, hogy eljussunk erre a pontra, hogy ne maradjunk a kiskorúságba, hanem hogy nőjünk fel. Hiszem, hogy ez egy természetes folyamat. És hiszem, hogy egy jó szolgálatnak valahol mindig ez a célja. Tehát, hogy egy szolgálatnak ez kellene, hogy legyen a célja, hogy azok felé, akik felé szolgálok, az a vágyom, hogy ők felnőjenek és saját lábra álljanak az Istennel való kapcsolatukban. Hogy ők is személyes kapcsolatban legyenek, hogy ne függjenek senkitől. Ugye az ige azt mondja, hogy valójában mi is egy változáson, egy ilyen metamorfózison megyünk keresztül. Ugye 2 Korintus 3:18-ban azt olvassuk, hogy,
Mi pedig, miközben fedetlen arccal, mint egy tükörben szemléljük az Úr dicsőségét, mindnyájan ugyanarra a képre formálódunk át az Úr lelke által dicsőségről dicsőségre. Ugye itt az, amikor azt olvasjuk, hogy formálódunk, itt ugyanaz a szó, ez a metamorfó szó van, szót használja. És ugye itt azt olvasjuk, hogy mi is megyünk át egy ilyen változáson, ugye az Úr formál minket, az Úr lelke által formálódunk. Hogyan? Miért? Azért, mert olyan keményen oda tesszük magunkat? Azért, mert keményen elhatározzuk magunkat, hogy mostantól a dolgok máshogy fognak menni? Nem, mit is olvastunk? Miközben fedetlen arccal, mint egy tükörben szemléljük az Úr dicsőségét. Ugye ez a változás, amit Isten akar az a mi életeinkben, hogy minket is változtatni akar belülről kifelé, ehhez adta az ő lelkét, és azt mondja, hogy ez a folyamat, ez a változás, ez a munka akkor zajlik, amikor te figyelsz Jézusra. Amikor rátekintesz, amikor vele töltesz időt, amikor hozzá közeledsz. Ezt csináljuk, csináltuk, és meg fogjuk is ma este, ugye? Ide jöttünk, és itt rátekintünk, figyelünk Jézusra, őt imádjuk, őt dicsérjük, figyelünk az ő szavaira, akarjuk, hogy szóljon hozzánk. És valahogy Isten mindezt arra használja, hogy formáljon minket, hogy változtasson rajtunk, hogy előre vigyen minket a mi keresztény életünkben. Nem. Megtehetjük azt, hogy nagy elhatározásokat hozunk, és én már sokszor meg is tettem, elhatároztam magam valamire, és akkor most össze kell szednem magam, milyen keresztény vagyok. És próbálom, de utána ugyanott találom magam, sőt, még rosszabb is. Miközben az Úr azt mondja, hogy hadd abba ezt az erőlködést, gyere hozzám, tölts időt velem, legyél az én jelenlétemben, és én majd végzem ezt a munkát, majd változtatom a te szívedet, gondolataidat, jellemedet, úgy, ahogy én azt jónak látom, és olyan tempóban, ahogy azt én jónak látom. Az Úr lelke által, miközben tekintünk az ő arcára. Mi is változunk. Kilencedik versben, Máté 17-ben olvasunk egy érdekes dolgot, azt mondja, hogy miközben jöttek lefelé a hegyről, megparancsolta nekik Jézus, senkinek sem mondjátok el ezt a látomást, amíg fel nem támad az emberfia a halottak közül. Tehát ugye vége volt a beszélgetésnek, ugye Illés, Mózes már nem voltak ott, ugye az atya szólt, ők megrendültek, ugye elbújtak, és egyszer mindez csak megszűnt, Jézus odament, megérintette őket, felnéztek, nem láttak senki más, csak Jézust, és elindultak lefelé a hegyről. És ahogy jönnek lefelé, Jézus szól nekik, hogy mellesleg srácok, amit itt most láttatok, arról légy szín, ne beszéljetek senkinek, csak miután én már feltámadtam. Ezt nem gondolod komolyan, Jézus. Mert vártam azt, hogy lejövök, és elmondom a srácoknak, hogy mit láttam. Most komolyan? Ezt titokba kell tartanom? Igen, neked is, Péter. Nem lehetett egy egyszerű dolog. De Péter úgy látszik megtartotta a szavát, és a második levelében, 2 Péter 1.16-ban, 18-ig említi ezt az eseményt. Természetesen itt már Jézus halála és feltámadása után. Mert nem kitalált meséket követve ismertettük meg veletek a mi Urunk Jézus Krisztus hatalmát és megjelenését, hanem úgy, hogy szemtanúi voltunk isteni felségének. Mert amikor az Atya Istentől tisztességet és dicsőséget nyert, és ilyen szózatot intézett hozzá a felséges dicsőség, ez az én szeretett fiam, akiben gyönyörködöm, ezt a mennyből jött szózatot mi hallottuk, mert együtt voltunk vele a Szent Hegyen. Tehát Péter megemlíti ezt,
Nem mesékről beszélünk. Nem valami történetekről, amik egyszer megtörtént valami, hanem az Úrunk Jézus Krisztus hatalmát és megjelenését ismertettük veletek. Hogy ez egy valóság, ez nem csak egy szép sztori, amiben hinni kell, vagy amit meg kell hallgatni, hanem ebben van hatalom, ennek van tartalma. És megemlíti ezt a történetet, hogy mi ezt láttuk. Mi ezt láttuk, szemtanúi voltunk ennek az átváltozásnak, hogy ott valami történt, és ebben erő van. Ami, ugye ahogy a levelében ezt említi, egy erő, ami nekünk, számunkra is elérhető. Amiben mi is részesedhetünk. Ami nekünk is adatot, vagy amiből akarja Isten, hogy mi is merítsünk. És hogy ehhez az egészhez, ugye, a kulcs maga Jézus. Ugye ennek a fejezetnek ugye a harmadik versében, tehát 2 Péter 1:3-ban azt olvassuk, hogy az ő isteni ereje megajándékozott minket mindazzal, ami az életre és a kegyességre való, azáltal, hogy megismertük őt, aki saját dicsőségével és erejével hívott el minket. Azt olvassuk, tehát Péter ugye azért vezeti le, és végül elmeséli ezt a történetet, mert azt akarja mondani, hogy az Isten ereje megajándékozott minket. Nem megérdemeltük, hanem az Isten megajándékozott minket mindazzal. Valamivel, egy kicsi részével, nem, mindazzal, ami az életre és a kegyességre való. Azáltal, hogy megismertük őt. Azáltal, hogy megismertük őt, aki saját dicsőségével és erejével hívott el minket. Ugye azt mondja, hogy valami történt ott azon a hegyen. Egy átváltozás, egy dicsőség, amit most nektek az Isten, amivel titeket az Isten megajándékozott. Hogy Krisztusban az a dicsőség, ami ott volt, az most elérhető nekünk is, abból részesedhetünk mi is, és hogy ez az az erő, amire szükségünk van, hogy élhessük, hogy megélhessük mindazt, ami az életre és a kegyességre való. Tehát a kulcs valójában, a mi keresztény életünkhöz maga Jézus. És az, hogy az ő jelenlétében időt töltünk, az ő dicsőségéből részesedünk, és hogy hallgatjuk az ő hangját és követjük őt. De miért mondta Jézus azt, hogy ne szóljatok erről, csak miután én feltámadtam? Hiszem, hogy azért, mert egy az, hogy amikor Jézus ott fönt volt a hegyen és átváltozott, és az a dicsőség látszódott kiragyogni belőle az életéből, valamit bizonyított. És pedig azt, hogy Jézus 33 évesen nem követett el egyetlen egy bűnt sem. Ugye az ige azt mondja, hogy hiába vagyunk Isten dicsőségére, mert bűnösök vagyunk. De Jézus, mivel hogy nem követett el bűnt, nem volt hiába Isten dicsőségének. Tehát ő ott ezzel a ragyogásával ugye bizonyította egyben azt is, hogy benne nem volt bűn, hogy ő bűntelen volt mindvégig. De mégis Jézus azt mondja, hogy ne beszéljetek erről, amíg meg nem haltam és nem támadtam fel. Miért van ez így? Mert Jézus ugye áldozata nélkül, Jézus valójában egy akadály lenne, vagy egy jó bizonyíték lenne ellenünk az ítélet napján. Mire is gondolok? Meghalunk, ott állunk az Atya előtt, és az Atya ugye számon kéri az életünket, és azt mondja, hogy na, hogy ment, hogy tudtad élni az életedet? Sikerült a törvényt betartani? Ó, Atyám, hát ezt nem gondolhatod komolyan. Hát ki tudna egy ilyen szigorú törvényt betartani?
ki tudna élni a törvény szerint? Ez lehetetlen. Hát én nem gondolom, az én fiam végigcsinálta. Az én fiam betartott mindent. És akkor ott szégyenkezve ott állnánk, mert Jézus ugye az halála előtt egy mérce lenne, és mutatná azt, hogy igen, a törvényt be lehet tartani, de mi nem tartottuk be. És ezért jogosan elítélne minket az Atya. De Jézus azt mondja, hogy srácok, erről ne beszéljetek, csak majd a halálom és a feltámadásom után. Ugye Jézus nem azért élt tökéletes életet, hogy utána az arcunkba dörzsölje. Hogy na, látod, meg lehet ezt csinálni, gyerünk, szedd össze magad. Én itt vagyok egy jó példa, kövess engem mindenben, ha úgy csinálod, ahogy én, akkor te is majd oda jutsz. Jézusnak nem ez volt a célja, hanem Jézus azért jött, és azért élt tökéletes életet, hogy utána a végén feláldozza azt az életet, érted és értem. Hogy azt az akadályt, aki ő volt a tökéletes életével, eltegye az útból. Szükség volt a keresztre, hogy ez az akadály, ez a mérce, ez a tökéletes élet el legyen távolítva az útból, és egyben ugye a tökéletes életével helyettem ugye volt az áldozat. Tehát most már nem kell Jézushoz hasonlítani, hogy bejussunk a mennybe, hanem el kell fogadni ezt az ajándékot tőle. Ugye Jézus azt mondja, hogy majd csak a halálom és a feltámadásom után beszéljetek erről, mert akkor már nem akadályként leszek, hanem megoldásként. Akkor már nem én leszek a mérce, hanem én leszek az áldozat, a helyettesítő áldozat, a megváltó, aki helyettetek ezt végigcsinálta, miközben ti nem tudtátok. És ugye ezért... Mert Jézus ezt helyettünk megcsinálta, ezért mi is bármikor felmehetünk a hegyre, tölthetünk időt Isten dicsőségében, Isten jelenlétében. Nem kell hozzá többé Mózes, nem kell hozzá többé Illés, nem kell összeszedned magad ahhoz, hogy gyere Istenhez, nem kell valamilyen különleges ember, hogy oda vezessen téged. Jöhetsz te úgy, ahogy vagy Jézus jelenlétében, és ott, benne, vele, megkapod mindazt, amire szükséged van, ahhoz, hogy meg tudjad tapasztalni, meg tudjad élni ezt az életet, és hogy meg tudjad tapasztalni Isten jelenlétét az életedben. Tehát ne tegyük függővé se a törvénytől, se más embertől. Gyerünk Jézushoz úgy, ahogy vagyunk. És ott, ahol vagyunk, például ma este, ahogy eddig is tettük, gyerünk Jézus elé. És engedjük meg, hogy az ő jelenléte változtasson minket. Hogy az ő jelenléte hatására mi is menjünk át egy ilyen metamorfózisen, egy ilyen átváltozáson, ami belülről kifelé történik. Úgy, hogy tekintünk Jézusra. Imádkozzunk. Jézus, köszönjük a te áldozatodat. Köszönjük, hogy eltávolítottad a mércét, és ezáltal mindannyiunkat meghívtál, hogy jöjjünk bátran, jöjjünk szabadon az Isten jelenlétébe, és hogy ott te meg akarod osztani velünk a te dicsőségedet, a te hatalmadat, a te erődet, ahhoz, hogy meg tudjunk állni ebben a világban. Hogy meg tudjuk élni mindazt, amit készítettél nekünk. Jézus, csak szeretünk téged, szeretünk veled időt tölteni. Köszönjük a te jelenlétedet, köszönjük, hogy megáldasz minket a jelenléteddel. Köszönjük, hogy szabadon jöhetünk, most, itt is. Köszönjük ezt, Uram, a te nevedben. Amen. Maradjunk még itt az Úr előtt, csak dicsérjük őt. Ha imára van szükséged, akkor itt leszünk.
és csak így gyerünk Jézus elé, tekintsünk az ő arcára. Várunk rád, dicsőséged járjon át,
dicsőség eljáron át. Jöjj most közénk, jó atyám, várunk rád. Dicsőség eljáron át, dicsőség eljáron át. Szent lelket tölt ki rád, várunk rád. Felemelhetem újra tekintetem, tudom a hegyeken, de ott válsz rám. Felemelhetem újra kezeimet, tudom a hegyeken, de ott válsz rám. Tudom a hegyeken, de ott velemelhetem újra tekintetem, tudom a hegyeken, de ott válsz rám. Velemelhetem újra kezeimet, tudom a hegyeken, de ott válsz rám. Tudom a hegyeken, de ott vársz rám. Megint ágos téren állok, újra tűz lobban bennem. És a kálom álom álom azt, aki lehajom érte. Velemelhetem újra tekintetem, tudom a hegyeken, de ott válsz rám. Velemelhetem újra kezeimet, tudom a hegyeken, de ott válsz rám.
tudom, hegyeken, de ott vársz rám. Megint ágas téren állok, újra tűz lobban benne. És a kánom ádom, ádom azt, aki lehajol értem. Megint ágas téren állok, újra tűz lobban benne. És csak álom, álom, álom azt, aki lehajol értem. Hangod hallom, hangod, ha hallom, és arcod, ha látom, szívem tudja, de itt vagy, rám válsz. Hangod, ha hallom, és arcod, ha látom, szívem tudja, de itt vagy, rám válsz. Hangod, ha hallom, és arcod, ha látom, szívem tudja, de itt vagy, rám vágó. Hangod, ha hallom, és arcod, ha látom, szívem tudja, de itt vagy, rám vár. Megint ágas téren állok, lobban benne, és csak álom, álom, álom azt, aki lehajol értem. Csak álom, 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 álom. Felemelhetem újra tekintetem, tudom a hegyeken, de ott válsz rám. Felemelhetem újra kezeimet, tudom a hegyeken, de ott válsz rám. Tudom a hegyeken, de ott vász rám, ott vász rám. Amit adsz, az több minden várnám, szívemben szomjamat oltod. Lelkeddel átja szerelmet, bennem él, mit tőle kaptam én, az több, mint elég. Az több, mint elég. Te vagy forrásom, te vagy forrásom, ő áldásom. Csodásabb vagy mindennél, tudok hozzád, hol élet vár.
csodásabb ad mindennél, amíg az, az több minden várnál. Szívemben szomjamat oldom, lelkeddel átjár szerelemben. Bennem én, mit tőle kaptam én, az több mint értem, meghaltál, megváltottál. Csodásabb ad mindennél, méltó nagy király, jöjj, úgy várok rám. Csodásabb ad mindennél, amit adsz, az több minden vágynál. Szívemben szomjamat oltod, lelkeddel átjárt szerelmem. Bennem él, mint tőle kaptam én, az több, mint elég. Több minden várnál, több, mint álmodnál. Lényeg több minden léken, több minden jónál, több, mint gondolnál. Lénye több, mint elég nekem, több minden várnál, több, mint álmodnál. Lénye több, mint elég nekem, több minden jónál, több, mint gondolnál. Lénye több, mint elég, amíg az több minden várnál. Szívemben szomjamat ottod, lelkeddel átjárt szerelmem. Bennem él, mint tőle kaptam én, amit adsz, amit adsz, az több minden vár. Szívemben szomjamat ottod, lelkeddel átjárt szerelmem. Bennem él, tőle kaptam én, bennem én, bennem én, mit tőle kaptam én, bennem én, mit tőle kaptam én, az több, mint elég, az több, mint elég, az több, mint elég, az több, mint elég. Feltekint már szemem, világban tud nincs helyen. A keresztre tekint már szemem, a világban s többi nincs helyen. Ez nem rólam, csak rólad szól. Megrendül az ég a hangunktól, tapsoljon a nép és újjon. Ez nem rólunk, csak rólad szól. Nem miénk, nem miénk, csak tiéd minden dicsőség. Ó, nem miénk, csak tiéd minden dicsőség. Előtted szív, vipar! Előtted szív, vipar! Így hódolunk a trónodnál, ez nem rólunk, csak rólad szól. Köleszent tüzet, hogy itt éghessön, lássa meg a világ, élsz bennünk, ez nem rólunk, rólad szól. Ó, nem miért, csak tiéd minden dicsőség. Nem miért, csak tiéd minden dicsőség. A föld, a földnek rendőr, a hegyben.
Többé nincs helyem, nem rólam, csak rólam szól. Megrendül, megrendül az ég, a hangunkból tapsoljon a nép, és jó, jó, nem rólam, csak rólam szól. Nem miért, tiéd, szó mindenség, ó, mindenség, bendőben daló, rólad szól. Honnépet táncol, 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 rólad szól, rólad szól. Csőség, nem miért, csak tiéd minden dicsőség. Uram, köszönjük neked ezt a csodálatos, egyszerű üzenetet, Uram, hogy a te jelenléted átváltoztat minket, és köszönjük azt, hogy nem csak az elméletet halljuk, és értjük meg erről, hanem meg is tapasztaljuk azt, hogy a te közelségedben milyen dolgok történnek az életünkben. És köszönjük neked, és Uram, imádkozok azért, hogy folytasd ezt a munkát a héten. Uram, imádkozok, hogy tudjunk téged keresni, akkor is, amikor nem itt vagyunk, hanem tényleg bárhol, és indíts fel erre a szívünket. Ezt kérjük fel Jézus nevében. Amen. Amen. Hát, ez volt a szerda esti alkalom, egyszer véget kell érjen. Jövő héten ugyanitt, és maradjatok közösségbe, darabig még biztos nem zárunk be. Sziasztok!